A legtöbb kormányablak az Európai Parlament és az önkormányzati választás hétvégéjén rendkívüli nyitvatartással üzemel. Dr. Lakatos Tóth Andor, a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal Makói járáshivatal hivatalvezetője kiemelten ejtett szót a részletekről. A hétvégén rendkívüli nyitvatartással várja a makói kormányablak az ügyfeleket, kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés lehetőségével. Szombaton reggel 8 órától délután 4 óráig leszünk nyitva, vasárnap pedig már reggel 7 órától este 7 óráig lesz nyitva a kormányablak. Ezt követően hétfőn ugyanúgy a megszokott rendben reggel 7 órától várjuk majd az ügyfeleket. Az ügyintézés során kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos hiányok pótlására lesz lehetőség. Ez azt jelenti, hogy lakcímigazolvány, illetve a személyi okmányok pótlását tudják az ügyfelek igényelni. A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok sem maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján veszik észre, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek. Továbbá szó esett arról is, hogy aki június 7-én pénteken 10 óráig bejelenti a lakcímét, már az új lakóhelyét veszi nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda. Így ott tud majd szavazni. Lakcímváltozással kapcsolatban nagyon fontos információ, hogy pénteken 10 órától vasárnap este 7 óráig szünetel a lakcímváltozás ügyintézés lehetősége. Tehát ez azt jelenti praktikusan, hogy a lakcímigazolvány igénylésére lakcímváltoztatás nélkül lesz lehetőség ebben az időszakban. Az egyes kormányablakok nyitvatartásáról a www.kormányablakok.hu oldalon tudnak tájékozódni az érdeklődők.